kengyelen köszönhetjük Zoltán Erikát a Majálison. Hogy utaztatok? Köszönjük szépen, hát az út az számomra mindig nagyon kellemes, nem csak azért, de tényleg ez a pozitív része, mert tudom, hogy jó kis buliba jövök, visszatérő vagyok, tehát én már tudtam, hogy hova jövök, és nagyon jó emlékekkel távoztam 6 évvel ezelőtt, úgyhogy már itt volt az ideje, hogy újra itt legyek nálatok önöknél, és útközben biztos kezekbe vagyok, hiszen az én drága uram vezet, én pedig békésen szuszókáltam, míg ide nem értem. Hogy készültél a mai koncertre? Lesz valami különleges, amit előadsz a színpadon? Mindig vannak új dalok, hiszen úgy új dalok, tehát ez egy ilyen relatív új dalok. Egy ilyen rövidebb műsorprogramban, ami ugye adott esetben most egy 40-45 perc lesz, nem fér bele az, amit én mind-mind vele szeretnék pakolni, de ha őszinte lehetek, akkor szerintem egy jó 2x2 óra lenne az, amiben bele tudnám sűríteni az életem elmúlt 30 évét, és akkor is nagyon-nagyon-nagyon jó erőteljesen be kéne sűríteni. Egy biztos, hogy most is, mint ahogy 6 évvel ezelőtt, azok a nagy slágerek, amik nélkül immár 30. éve nem létezik Zoltán Erika buli, azok különböző változatban elhangoznak majd, hiszen az elmúlt évek alatt, illetve minden alkalommal, amikor egy picit úgy érzem, hogy már változtak az idők zeneileg, akkor kap egy kis új alapot, egy kis új köntöst, és ugyanaz a dal, de egy kicsit másképp. Ha jól tudom, most már ugye élőzenekarral is járod az országot. Beszéljünk erről egy picit, mennyivel másabb egy élőzenekari koncert, mint egy olyan, ami most itt lesz nálunk? Hát számomra összehasonlíthatatlan előadóként egy énekesnek az igazi öröm, hogyha minden valóságban szól körülötte, és én 2 évvel ezelőtt találkoztam, hozott össze a sors, valószínűleg nem véletlenül a Grease zenekarral, akik egyébként ceglédiek, tehát nincsenek is annyira messze. Egy hihetetlen jókedvű, jóhangulatú, profi parti zenekar, akikkel meg tudtuk azt valósítani, hogy gyakorlatilag semmi nem szól, úgynevezett harddiskes rásegítésünk nincs. Ettől persze egy kicsit másképp szólnak a dalok élőben, de megvan az a varázsa, hogy bármikor bármit változtathatunk. Rövidíthetünk, hosszíthatunk, leállhatunk, újrakezdünk. Mind a hatan énekelnek, tehát amikor azt szeretném, hogy olyan tömör erős vokál szóljon a hátam mögött, akkor megvannak. Édu, aki a vokalista, ő hihetetlen sokat tud nekem segíteni. Amikor mondjuk egy táncosabb rész van, akkor érzi, hogy akkor kicsit neki is erősebben be kell szállni a dalokba. Egy szóval egy élő zenekaros buri, összehasonlíthatatlan. Ezzel együtt én remélem, hogy nagyon jól érzi magát, hogy most is velem a kengyeli közönség, mert a fiúk, mint mindig, most is itt vannak. Élő bulin természetesen ugyanúgy érkeznek, de hát, ha igazi örömet szeretnénk szerezni magamnak, majd szólok a polgármester úrnak. Remélem, ezt sikerül a kengyeli közönségnek is megmutatni, hogy milyen, amikor élőben zenélünk. Hát reméljük, hogy ez a ma is nagyon-nagyon jó buli lesz, sok sikert kívánunk. Egész biztos vagyok benne, hogy mi mindent megteszünk, és abban is egész biztos vagyok, hogy a kengyeliek is. Úgyhogy, ha így ketten együtt összejövünk, kengyel és mi, akkor annak csak jó lehet a vége. Sziasztok! Hát az elmúlt 6 év alatt úgy látom, nem csak az az állandó, ahogy mi képviseljük az Zoltán Erika dalokat, hanem állandó kengyel, fantasztikus csapata is. Hát nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez a 6 évvel ezelőtti hangulat, az most is itt van, és már nem csak bízom benne, hanem érzem. Itt van a levegőben, mindenhol érezhető. Talán egy kicsit jobb időnk is van, mint akkor volt, és talán bízom abban is, mint ahogy a T1 televízió riportjában elmondtam, hogy előbb-utóbb bejutunk odáig, hogy a legközelebbi találkozásunk egy hatalmas élő buliba torkoljon majd, de hát most gyakorlatilag a magunk is élő koncertjét tesszük itt együtt. Én arra kérlek benneteket, önöket, hogy ő végig mindenki mindenhol, ahol tudja, bátran legyen velem együtt, jó hangos, hiszen a dalok remélem most is ismerősök lesznek. Oh,
ezzel mozdulhat. Csoda szép nyara, aztán kölcsön egy kereket szendő, ami elég volt ahhoz, hogy meglegyen a saját lelőhez. Yeah.
drágabb kerülgyel is férfiak. Nagyon bízom benne, hogy az elmúlt 6 év alatt szilárd irányításával a férfiak is alaposan megszilárdultak itt. És jellemző minden férfi emberre. Vagy olyan, mint Casanova. Olyan a színe, mint I don't know.